Voltak, akik még az utolsó percekben is a könyveiket tanulmányozták az emelt szintű szóbeli vizsgájuk előtt, többen erre a tippre esküsznek a siker érdekében. A szegedi Radnóti Miklós kísérleti gimnáziumban csaknem 100 érettségiző várakozott izgatottan felelés előtt a folyósókon ma délelőtt. Szerintem jó még így átnézni, legalábbis nekem sokat segít az, hogy még átolvassam, mert jobban megragadnak a dolgok. Az első vizsgázók 10 óra körül léptek ki a teremből, több mosolygós arccal találkoztunk. Ádám Anna pszichológia szakra készül, így nagyon fontos, hogy minél jobb eredménnyel zárjon biológiából. Szerintem jól sikerült, nagyon segítőkészek és kedvesek voltak. Volt, amikben elbizonytalanodtam, amikor megkérdezték, de összességében szerintem jól sikerült. Csongrád megyében 2224 diák maturál emelt szinten. Szegeden a Radnóti Miklós kísérleti gimnázium biztosítja az egyik vizsgahelyet. Bár a tanév még tart, mindent megtettek annak érdekében, hogy zavartalanul folyjanak a szóbeli vizsgák. Az érettségizők az épület egy külön elzárt részén feleltek, melynek meghatározott menete van. A pedagógusoknak 8 órára kell érkezni. A háromfős vizsgabizottság elnöke átveszi a tételsort, majd levonulnak a vizsgaterembe, és ott gyakorlatilag egy órán keresztül tanulmányozzák az aktuális tételsor kérdéseit, válaszait, fölkészülnek gyakorlatilag a vizsgáztatásra, és 9 órától kezdődik a diákoknak a vizsgája. Ugye fél órás fölkészülési idő után maximum 20 percet felelhetnek. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 9-én fejeződnek be, a középszintű szóbelik június 13-án kezdődnek, a hónap végére pedig már minden érettségiző fellélegezhet.